Dombóvárváros önkormányzatának képviselőtestülete a 12 legfontosabb napirendi pontokat beszélte meg. Múlt heti alakulás után, ami egy ünnepélyes volt, csak hiszen a képviselők letették az esküjüket, mind a három nemzetiségi önkormányzat és Dombóvárváros képviselő is, döntöttünk úgy, hogy ma folytatjuk tovább a munkát. Sajnos egy váratlan tragikus esemény közbeszólt egy picikét, amit azt gondolom, hogy megemlékeztünk róla, de hát majdnem azt mondtam, hogy méltó módon, hát nem lehet méltó módon, hiszen ez egy tragédia. Mindezek ellenére elkezdtük a munkát, és nyilván ez a hangulat azért rányult a bélyegét az egész testület ülésre. Ma megválasztottuk az alpolgármester nagy Ronit személyébe, felállt a pénzügyi és a humán bizottság is, civil tanácsnokot választottunk. A polgármester hozzátette, kiemelt téma volt a Szent Lukács kórház helyzete is. Az intézmény működési nehézségei miatt az önkormányzat együttműködést keres, hogy a kórház továbbra is megfelelő színvonalon tudja ellátni a betegeket. Természetesen fontos napirendi pont volt, hogy megyei kórház igazgató úr, Kis Zoltán úr itt járt körünkbe, és egy szóbeli tájékoztatást tartott a jelenlegi állapotokra, a jövőbeli elképzelésekről. Nagyon sok ember tart izgalomban a leállított SZTK épületének a felújítása, amikor folytatódik. Azt gondolom, hogy erről is kaptunk egy tömör összefoglalót. Nyilván azt gondolom, hogy szörnyű, hogy a megoldás nem látszik, hiszen egy jogi per patvar lett ebből. Ide jött a vállalkozó, elkezdte, december 31-ig nem fejezte be, silány minőségben végezte a munkáját. Tehát nyilván azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatás bugyraiba jó néhány el lesz a kórház. De nekünk ezen túl kell lépnünk, és azt a megoldást kell keresnünk, hogy milyen forrásban és mikor tudjuk befejezni ezt a beruházást. Több határozatot is elfogadtak, melyek célja a város költséghatékony és fenntartható működése. A döntések kihatással lesznek a helyi közösség mindennapi életére, és remélhetőleg hozzájárulnak a dombóváriak elégedettségének növeléséhez is.